A Kátai Gábor Kórház dolgozói számára több mint 100 adag bivajpörköltet adományozott Medgyessy Gergely, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. Ügyvezetője, és Márkus István, a Hortobágyi Nagycsárda vezetője, hiszen az ő szakácsaik főzték meg azt, és sütöttek hozzá kovászos kenyeret. A mostani nehéz helyzetben leginkább az egészségügyben dolgozók szorulnak támogatásra, hogy a mostani vírusos helyzet minél hamarabb megoldásra kerüljön, mondta az átadás után Medgyessy Gergely. Egy a Hortobágyon nevelt magyar házi bivaj húsát készítették el a kórház dolgozói számára a Hortobágyi Nagycsárda szakácsai. Mostani nehéz helyzetben azt gondolom, hogy segítségre leginkább az egészségügyben dolgozók szorulnak azok, akik küzdenek azért, hogy a mostani vírusos helyzet minél hamarabb megoldásra kerüljön. Hortobágyról érkeztünk, magyar házi bivajt vágtunk hétfőn, és ennek húsát készítettük el a dolgozók számára. Ide Karcagra a kórházba a Hortobágyi csárda szakácsai voltak, akik elkövették ezt az ételt. Hogy miért gondoltunk erre az adományra? Mert biomódon tartjuk az állatainkat, egészségesek, és ez egyfajta jelkép. Azt gondolom, hogy ilyen állatot fogyasztva az immunrendszer erősebbé tud válni, mi így tudjuk segíteni a dolgozók munkáját, az egészségügyben dolgozók munkáját. Hortobágy térségében több kórház is található. Délelőtt a kollégák a Kenézi kórházat keresték föl Debrecenben, és oda is ugyanebből az ételből és ugyancsak a Hortobágyi Nagycsárdában készült kenyérből vittünk egy szép adagot az ott dolgozóknak. Ez nem egy egyszeri alkalom, nagyon szeretném, hogyha minél hamarabb megoldódna ez a vírus helyzet, de ettől függetlenül, amíg fönnáll ez a szituáció, és nagyon sok beteget kell kezelni, addig számíthatnak a Hortobágyon élő emberekre, az egészségügyön dolgozók, rendszeresen meg fogunk jelenni, és próbálunk pásztorételeket becsempészni a dolgozói menza közé. Igazából nem is ránk kell gondolniuk, én azt gondolom, hanem arra az élményre, mert biztos járt már mindenki Hortobágyon legalább egyszer. Én azt szoktam mondani, hogy ha az ember jól érzi magát és jó emlékeket tud magában felidézni, az már fél egészség. Úgyhogy itt most nem mi vagyunk a fontosak, hanem az a Hortobágy, amit tud adni jelen pillanatban az egészségügyben dolgozók számára. Az adományt Nagyné László Erzsébet főigazgató, Bődi Szilvia ápolási igazgató és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő vette át. Nagyon köszönjük ezt az adományt is. A mai napon a Hortobágyi csárda felajánlása kapcsán érkezett hozzánk. Mondhatnám, hogy a vendéglátás szabályait, előírásait a veszélyhelyzetbe betartva, házhoz szállítva, készen főtétel, és hát nem is kevés mennyiségben, és hozzá saját kovászból gyúrt kenyeret sütöttek, és ezt is hozták a dolgozóknak, úgyhogy nagyon gyorsan megyünk és szétosztjuk a most bent lévő állománynak, de úgy gondolom, hogy akik éjszakára jönnek, még őnekik is jutni fog belőle, mert úgy tudom, hogy több mint 100 adag gott kapott az intézményünk, kicsomagolva, mikrózható, tehát tényleg ezt csak fogyasztaniuk kell. Azt hiszem, hogy ettől nagyobb dolog nincs is, amikor tudjuk otthonról is, legalábbis a háziasszonyok, hogy amikor hozzáülnek az asztalhoz a családunk tagjai, hogy a kész már ott van az asztalon, és az a legjobb érzés, amikor már semmit nem kell érte tenni, úgyhogy ezúton is nagyon köszönjük. Sajnos nincs ráidő, konkrétan, hogy az dolgozók egyenek attól a úgymond békebeli időtől, amikor legalább két dolgozó le tud ülni, és együtt érkezik, és közben egy kicsit tud beszélgetni. Ettől is el kellett már tekinteni, ugye az utóbbi időben egyre több pandémiás covidos betegünk van, az ő ellátásukat pedig biztosítani. Azt hiszem, hogy nem kis kihívás egyik dolgozó számára sem. Kérem, hogy keressenek engem, akár közvetlenül telefonon, de e-mailben a főigazgatói e-mail címen megteszik a felajánlásokat, és mi a válasz e-mailben fogjuk közölni, hogy mikor és hogyan tudjuk átvenni, mert hát tényleg az azért az lenne a legjobb, ugye 0-24 órában dolgoznak a dolgozóink, hogyha minél többen részesülhetnének az adományból, amit
Általában, amikor hozzák, rögtön oda is adunk. A minap a KNTH fiókja, a karcagi fiókja két szép nagy gyümölcskosarat ajánlott fel kimondottan a COVID részlegen dolgozóknak, úgyhogy ezt is rögtön át tudta adni, még a fiók vezető úr, a királyfőorvos úrnak, mint a COVID intenzív osztályvezetőjének és a sürgősségi betegellátó osztályos főnővérének, mert ő volt bent. Úgyhogy az a lényeg, hogy minél hamarabb célhoz érjenek, úgy gondolom, ezek az adományok, és érezzék a dolgozók, hogy kintről gondolnak rájuk, hogy velünk vannak, és szurkolnak ezzel is segítve, hogy a betegellátásban minél több olyan élményt tudjunk megélni, mind mi, mind a bent lévő betegeink, hogy akár a karácsonyt már otthon tudják tölteni. További adományok is érkeztek. A Kereskedelmi és Hitelbank karcagi fiók vezetője két nagy gyümölcskosarat adott át a COVID intenzív részlegén a sürgősségi betegellátó osztályon.